Üdv! A könyvtár portál kérdői szerkesztő alkalmazását mutatom be ebben a videóban. Amikor klikkelek, egy kis kék karikát fognak látni az egérmutató körül. Ha még nincs hozzáférésük a kérdői szerkesztőhöz, a hiba bejelentő űrlapon igényeljenek. Ha már van, a szerk menüpontban fogják látni a kérdői szerkesztő menüpontot. Erre klikkelve a Lime Survey Open Source alkalmazás adminisztrációs felületére kerülünk, ezt integráltuk a portálba. Új kérdőívet erre az ikonra kattintva lehet létrehozni. Csináljunk is egyet, bemutatom, hogy hogyan lehet egy egyszerű kérdőívet összerakni. A kérdőívünk címe legyen olvasói szokások. Leírást írhatunk, de nem kötelező. Egy üdvözlő üzenetet azért érdemes, és egy köszöntést a végére. Köszönjük meg a kitöltőknek, hogy kitöltötték a kérdőívünket. Ennyi nagyjából elég is, elmenthetjük a kérdőívünket, és itt kezdhetjük el hozzáadni a kérdéseket, melyeket kérdéscsoportokba kell rendeznünk. Minden kérdés tehát egy kérdéscsoportban van, ezzel a gombbal egy új kérdéscsoportot tudok létrehozni. Az egy kérdéscsoportba tartozó kérdések egy oldalon jelennek meg. Nos, az első kérdéscsoportom címe lesz az, hogy önről leírást itt is lehet írni, de nem kötelező. Majd most megjelent a harmadik zöld plusz ikon, és ezzel adhatok hozzá egy kérdést a kérdéscsoporthoz. Az első legyen az, hogy nem-e a kód, az egy rövid szöveges, illetve számokból áll, szövegből és számból álló kód, ami a kérdést egyedileg azonosítja. Na most a kérdés legyen az, hogy az ön nem-e, és itt választhatjuk ki, hogy milyen típusú kérdést teszünk fel. Nos, látszik, hogy van legalább 20 féle. Ebből a 20 féléből pont van egy olyan, aminek az a fajtája, hogy nemre irányuló kérdés, úgyhogy én most ezt fogom választani, el is mentem. Hozzáadok még egy kérdést ehhez az önről nevű kérdéscsoporthoz. Ennek legyen az a kódja, hogy életkor. És kérdezzük meg, hogy hány éves. Van egy olyan fajta kérdés is, itt a nagyon bonyolult mátrixok és egyebek mellett, hogy számjegyes nyílt válasz, ezt fogom választani, és ezt a kérdést kötelezővé teszem, ami azt jelenti, hogy nem lehet rá nem válaszolni a kérdőív kitöltése során. Ezt is elmentem, és hozzáadok még egy kérdést ehhez a kérdéscsoporthoz, melyben megkérdezem a lakhelye kóddal, hogy hol lakik. Ez nem érdekel engem egészen pontosan, ám bátor, az érdekelne, hogy úgy milyen típusú településen lakik. És ezt egy több választós kérdéssel lehet, de egy olyan, amelyre csak egy válasz lehetséges, egy ember általában egy helyen lakik, kötelezővé teszem, majd elmentem a kérdést. Na igen, de hogy lehet megmondani akkor, hogy milyen fajta válaszok legyenek? Ezekre a rácsos gombokra kattintva lehet hozzáadni új válaszokat egy kérdéshez. A kódja itt lehet mondjuk egy rövidebb L1-es lakhely, és legyen az a főváros. Egyből jön is az új lehetőség a válasz megadásra. Egyéb megyeszékhely, legyen a 2-es, és a harmadik pedig, hogy egyéb település. Elmentem a változtatásokat, majd hozzáadok még egy kérdést ebbe a kérdéscsoportba az utolsót, mely szeret kóddal azt fogja kérdezni, hogy szeret-e ön olvasni. Mivel ez a kérdés eldöntendő kérdés, ezért ezt választjuk a kérdésfajtában, kötelezővé tesszük, majd elmentjük. Most egy új kérdéscsoportot adok hozzá a kérdőívhez, melynek legyen a címe az olvasásról. Elmentem, majd ehhez is hozzáadok egy új kérdést, melyben kérdezzük azt műfaj kóddal, hogy milyen műfajú könyveket, írásokat szeret. És ez legyen egy olyan válasz, melyre több feleletet lehet megadni, tehát a több válasz lehetséges kérdésfajtát választom, és elmentem. Ezzel a gombbal lehet hozzáadni új válasz lehetőségeket, ugye itt legyen az M1-es kód, és legyen az első a krimi.
legyen a második a szép irodalom, és legyen a harmadik a tudományos értekezés. Hozzáadtam ezt a három kérdést, majd mivel azt szeretném, hogy ez a kérdés csak akkor jelenjen meg, hogyha az előző kérdésre igennel felelt a kitöltő, ezért megnyomom ezt a gombot, mellyel feltételt adhatok hozzá, méghozzá azt szeretném, hogyha a szeret kérdésre igennel felelt volna, csak akkor jelenjen meg ez a kérdés. Rendben van. A házikonnal tudok visszatérni a kérdés oldalára, és itt egy új kérdést adok még a kérdőívünkhöz, melynek az lesz a neve, hogy mit, és azt kérdezik, hogy mit fog legközelebb elolvasni. Ez pedig egy rövid szöveges válasz lesz. Kötelezővé tesszük, majd elmentjük. Az itt fölül látható zöld fogaskerék, onnan próbálhatjuk ki a kérdőívünket, melyet én most meg is teszek, és kitöltögetem szépen. Az első válasz nem kötelező, de én megmondom, hogy hány éves vagyok, hogy hol lakom, hogy szeretek-e olvasni, és most kiderül, hogy megjelenik-e a kérdés. Megjelenik. Próbáljuk ki, hogy akkor is megjelenik-e, hogyha azt mondom, hogy nem. Ó, csodálatosan működik a kérdőívünk. Mit fogok legközelebb olvasni? Hát, Lemtől a Kiberiádát. Elküldöm. Rendben, nem mentett el, hiszen nem is kellett volna, hogy elmentse. Úgy határozok tehát, hogy a kérdőívem készen van. Ahhoz, hogy kitölthessék, ahhoz ezt a kis zöld gombot kell megnyomni, mellyel aktiválhatom a kérdőívet. Itt egy figyelmeztetést olvashatok, hogy ezután már nem minden kérdést tudok megváltoztatni, de én úgy gondolom, hogy készen vagyok, úgyhogy aktiváltam a kérdőívet, és a itt sikeres aktiválás után megkérdezi, hogy zárt körül legyen a kérdőív, azt mondom, hogy nem. Ezután pedig a kérdőívem üzemel, ezen a címen elérhető, és bárki által kitölthető. Most megmutatom, hogy hogyan néz ki egy kérdőívre adott válasz oldal. Egy másik kérdőívet töltök be, melynek erre a gombra kattintva nézhetjük meg a beérkezett válaszait. Egyrészt táblázatosan is megjeleníthetjük ezeket, látható, itt értékelni kellett az előadásokat, illetve szöveges megjegyzéseket is tehettek a kitöltők. Ugyanezeket az adatokat szebb formában is megnézhetjük erre a grafikon ikonra kattintva. HTML-be, PDF-be és Excel-be rakhatjuk ezeket az adatokat grafikonokkal. Egyetemben be kell jelölnünk, hogy melyik kérdéscsoportokat szeretnénk, hogy benne legyenek ebbe a riportban. Statisztikát megjelenítjük, és egyből gyönyörködhetünk a színesebbnél színesebb grafikonokban. De nem csak ilyen szép dolgokat tudunk ezzel csinálni, hanem exportálhatunk praktikus formátumokba is. Például erre az ikonra kattintva látható, hogy Word-be, Excel-be, illetve veszővel elválasztott fájlokba is exportálhatjuk az adatainkat. Ez úgy néz ki, hogy egyből elmehetjük Excelbe, és itt vannak az adataink tovább feldolgozható formában. Láthatjuk tehát, hogy a Lime Survey-vel egészen egyszerű kérdőíveket is össze tudunk rakni pár perc alatt, de kicsit több idő alatt viszont igen bonyolultakat, melyeknek az eredményeit sokféleképpen hasznosíthatjuk. Nincs más hátra, mint hogy jó kérdőív készítést kívánjak mindenkinek.